Akkor köszönöm a részvételt a sajtótájékoztatón. Először a Debrecen vezető edzőjét kérdezném, hogy értékeli a mérkőzést. Rosszul gratulálok Vasasnak, még a Kolonsár csapatomnak szeretnék gratulálni, mert nem adtunk fel, mikor elmentek a 3-4 góllal, akkor is talpa maradtunk, harcoltunk végig. Igen, hiányzott ennek a Vasasnak egy rutinosabb kapus, olyanokat véde, hogy szép volt nézni ezt a lovést, de még szebb volt nézni azt a védést, vagy én szempontból úgy már előre elkezdtem urulni, mint a bement labdakapuba, de aztán valahonnan csomag kivette egymás után igazából. Nem engedtük az első negyedet, hogy Vasas elmegy. Tudtunk, hogy náluk is vannak a friss, nem frissek játék, hanem friss sérülésekből jöttek. Tudtunk, hogy ők nem biztos, hogy annyira fognak, hogy mondom meg, jó nyomni, mint a egészséges. Nem voltak egészséges, azt kell mondanom, de mégis meghúzták. Én azt gondolom, hogy utána utolsó negyedben összeállt a védekezésünk. Voltak olyan szituációkat, ahol talán más tudtunk volna nem produkálni, hanem más talán lehetett volna fújni, de mindig én úgy látom, a játékvezető jobban látja, ő döntött el úgy, ebből ugye gól kaptunk, nem az döntött el a mérkőzés, megint mondom, hibát csináltunk, amiből ugye gól kaptunk, Vasas egész jól mozog, aztán ők is egyszerűen utolsó negyedben nem tudom, valahogy ők is vagy visszakúztak a kicsit a sebességet, és aztán ugye utolértük őket, volt utolsó támadásunkban a for, sajnos nem lőttünk be egy jó helyzetből, de nincs semmi gond, megyünk tovább, remélhetünk, hogy legalább egy pontot tudunk szerezni, nagyon közel voltunk ponthoz, nagyon sok pozitív dolog volt ezen a mérkőzésen, és ebből kell erő keresni, és így tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm. Soha, te hogy érted meg a meccset? Üdvözlök mindenkit, elsősorban szeretnék gratulálni a Vasasnak. Úgy látszik, hogy itt a Komjádiban lehet mégiscsak élvezetes mérkőzést játszani a Vasas ellen, amikor nem kell elkapcsolni. A saját csapatomra is csak az a jellemző, hogy amit a Baki is elmondott, küzdöttek, hajtottak, tényleg szívvel játszottunk. Ott volt a lehetőség a végén, ami most sajnos kimaradt, de majd a következő bemegy. Úgyhogy még egyszer gratulálok a Vasasnak. Köszönöm szépen. Móbis Máté, nyilván a 3 pont az egy örömteli dolog. Igen, gratulálok mindkét csapatnak. Az enyémnek, hogy megszerezte a győzelmet, a Debrecennek ahhoz, hogy a negyedik negyedben szorossá tudta tenni ezt a mérkőzést. Az első 3 negyedben látottakkal azt gondolom, hogy teljesen elégedett lehetek. Többször lett volna a negyedik negyedben lehetőségünk lezárni ezt a mérkőzést, de nem sikerült, utána elkezdtünk kapkodni. Még jobban kapkodtunk, még görcsösebben akartuk ezt, és ezért mert én azt gondolom, hogy szoros a vége. De az első 3 negyedben látott védekezéssel elégedett vagyok, és nyilván nagyon kellett ez a kapus teljesítmény és ahhoz, hogy nyerjünk, ez nagyon fontos volt. Köszönöm. Én is köszönöm. Bálint, hát nyilván fontos volt úgy menni a hosszú szünetre, hogy 3 pontot szerezzünk. Te hogy érted meg a meccset?
Igen, ez nagyon fontos volt, és itt egy góllal nyertünk, de itt már minden meccs életkorán mindenkinek, és nincsenek könnyű meccse, tehát minden győzelem nagyon sokat számít. Én is úgy éreztem, hogy az első két és fél negyedben mind elől, mind hátul ült ez a taktika, amit megbeszéltünk, és szerintem már a harmadik negyedben, ha a helyzeteinket belüljük az 5 méteres, és még volt néhány, és a negyedikben, akkor ez egy sokkal simább meccs lehetett volna. De ott ezek kimaradtak, ebből kiállításokat, ítéleteket szerzett a Debrecen, plusz hátul is kicsit a negyedik negyedben úgy, mintha már nem ragaszkodtunk volna annyira a taktikához, és ennek is köszönhető, hogy a Debrecen fel tudott jönni, amellett, hogy ők is nagyon jól játszottak, és gratulálok nekik. És a végén pedig, hát Csoma Kristóf nagyon kellett ahhoz, hogy meglegyen ez a 3 pont, és nagyon, nagyon jó érzés így játszani, hogy ő ott van mögöttünk. Ennek ellenére süteményt várjuk tőle természetesen a következő héten, mint első vasasos meccse, és neki külön gratulálok is az egész csapatnak is. És még egy dolog, hogy talán annyiban volt még változás most ezen a meccsen a játék képében a Vasas részéről, hogy egy pillanatra se éreztem pánikot senkin a csapaton belül, és ezt megbeszéltük, hogy bármi történik, végig mi ragaszkodni próbálunk az előre megbeszéltekhez, és pozitívan előre szegezett tekintettel küzdünk tovább, és szerintem ennek a higgadtságnak is köszönhető, hogy a végén most másodszor egy ilyen, mondhatjuk ezt is, mint a kaposvári meccset, hektikus meccségi, mi tudtuk behúzni a 3 pontot, amihez gratulálok a csapatnak mindenkinek, mert mindenki beletette a magáét. Köszönöm szépen!